David Beckham társai segítségével, Bill Gates egy áványról, Mark Wahlberg pedig egész családjával vett részt az Ice Bucket Challenge akcióban. A mozgalom Magyarországon is népszerű, ugyanis többek között Dzsuzsák Balázs, valamint Torgeles Sándor is bevállalta a jegeszuhanyt. Városunkban a Dabdokler két játékosa, Szapparos Dávid és Hüfner Adrián is elfogadta a kihívást. Köszönöm a meghívást Galánc Nikának az ELS Ice Bucket Challenge-be, elfogadom. Az én jelöltjeim Jobb Dávid, Berta Ákos és Király Zsolt. Köszönöm. 24 órátok van. Komoly betegség áll ennek az egésznek a hátterében. Igazából úgy olvastam, hogy ez pontosan miről is szól, és úgy tudom, hogy aki ezt nem teljesíti, valamennyi pénzzel kell adományoznia ezt az alapítványt, ami ezeket a betegeket támogatja, és aki teljesíti, az meg általában híresség közül ő is támogatja, de meg szoktam általában mindenki csinálni ezt a kihívást. Az Ice Bucket Challenge akcióval az ALS-ben szenvedőkre kívánják felhívni a figyelmet úgy, hogy a vállalkozó személy leönti magát egy telivödör jeges vízzel. A feladathoz tartozik, hogy a végén meg kell nevezni további három szemét. A megbízatást 24 órán belül teljesíteni kell. A jótékonysági akcióban olyanok is vannak, akiket kihívtak, de még nem teljesítették a feladatot, többek között Ferenc pápa vagy Sir Alex Ferguson. A jótékony kampány nagy sikernek örvend idén, míg tavaly 1,7 millió, ebben az évben eddig mintegy 14 millió dollár gyűlt össze.